Tánc és tájcsi bemutatóval zenés műsorral nyitották meg az Európai Mobilitási Hetet a Dobótéren. Egerben 15. éve rendezik meg a programsorozatot. Ez egy európai kampány, ami a tömegközlekedésre, a környezettudatosságra, illetve az egészséges életmódra hívja fel a figyelmet. Most az észszerű gazdaság, az észszerű közlekedés, ami a hívó mondata ennek a egyhetes rendezvénynek. Habis László polgármester köszöntőjében azt mondta, komoly fejlesztéseket hajtottak végre a városban, ilyen például a 10 km hosszú észak-déli kerékpárút, amit sokan használnak. Hozzátette, folytatják az újításokat, melyekkel a munkába járást, elsősorban a gyalogos és kerékpáros közlekedést szeretnék könnyíteni. A mobilitási héthez kapcsolódik a szeptember 22-i autómentes nap, amikor az egri helyi járatok forgalmi engedély felmutatásával ingyenesen használhatók. A két keréken közlekedőknek ezen a napon bringás reggelivel és kerékpáros felvonulással készülnek.